vidám gyerekek az asztal körül, a színezésen és festésen kívül hűtőmágnes készítés is várta a fiatalokat a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás idei teit napján. A programnak rendhagyó módon a Paksi Atomerőmű adott otthont. Az Atomenergetikai Múzeumban a gyermekeket különféle foglalkozások, izgalmas fizikai kísérletek várták, sőt egy virtuális szemüveget is kipróbálhattak. Én ehhez naphoz kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást. A gyerekek számára szervezett játékos programok és a felnőtteket váró előadások előtt a teit alelnöke köszöntötte a Paksi Atomerőmű körzetében fekvő településeket képviselő résztvevőket. Megpróbáltuk azokat az intézményeket, civil szervezeteket, képviselőket és elsősorban benneteket, gyereket megszólítani, hogy ezen a napon, hogy egy olyan tartalmas délelőttöt, ha nem is egész napot tudjunk eltölteni, amelynek már rendhagyó módja van, viszont azt is kell tudni, hogy erre még nem volt példa, amikor 13 település valamennyi képviselője, már a polgármestere és az általuk delegált vendégek itt az atomerőműben lettek volna vendégek. És nyilván, akik a teitet működtetik több mint 26 éve, ez már igencsak felnőtt korban van, és az elődeink azért hozták létre, hogy a környékünkön élő több mint 60-65 ezer ember olyan kommunikációhoz, olyan információhoz jusson, amely érdemben megérdemli az itt élőket. Ez egyrészt biztosítja az atomerőmű, másrészt pedig biztosítja a teit. Ez az elkövetkezendő időszakban sem lesz másképpen. Ez különösen azért fontos, mert a 4 jelenleg működő, a 30-as években leállításra kerülő atomerőművi blokk kiváltására 2 új reaktor megépítését tervezik Pakson. A teit napon azon kívül, hogy részletes tájékoztatót hallhattak a paksi atomerőmű tevékenységéről, eredményeiről és fejlesztéseiről, elhangoztak a kapacitás fenntartását alátámasztó érvek is. Természetesen nem akarjuk önöket befolyásolni, észérveket próbálunk bemutatni a villamosenergia mellett, atomenergia átvételmet, villamosenergia mellett. Czicser János előadását nemzetközi kitekintéssel kezdte. Németország egy politikai döntést hozott, azt úgy gondolom, abban a vonatkozásban, hogy leállítja a működő atomerőművét. Ennek óriási ára van, én úgy gondolom. Mi mással próbál helyettesíteni a nagy adondotát megújulókkal, illetve a szénnel. Szént honnan tud nyerni? Két úton tud nyerni szemet, a saját bázisait próbálja újra feltárni, hát a lignittel fűtött erőműveket próbálja előtérbe helyezni, a másik pedig importból, Amerikából hoz fekete szenet. Gyönyörű erdőt látni itt, amit hamarosan kivágnak, vagy lehet, hogy már azóta talán neki is álltak, és a helyén fogják a lignit bázisukat növelni. Hasonló egy másik kép, ilyen műemlékeket rombolnak le. A Paks 2 ZRT üzemeltetési igazgatója rávilágított, hogy Németországban évente 2 paksi projekt árának megfelelő összeggel támogatják a megújuló energiaforrások felhasználását, az áramára mégis 3-szorosa annak, mint amit a magyar fogyasztók fizetnek. Az igazgató hangsúlyozta, Magyarország más utat választ, a megújulók, főként a napenergia alkalmazása mellett az energiaellátás fontos pillérének tekinti az atomenergiát, mivel az a leggazdaságosabb energiatermelés jelenleg és a belátható jövő. Is. Magyarország elkötelezett a nukleáris energetika mellett, valamikor 6 párti döntés volt arra vonatkozóan is a parlamentben, hogy új blokkokat építsünk. Előnyeit itt látják a nukleáris energiáknak, ugye a legolcsóbb, a biztonságosabb, klímabarát, ami nagyon fontos, hogy alaperőmű. Hogy alaperő magyarul egy atomerőműnek az a jó, ha mindig ugyanolyan teljesítményen képes működni, hát ezzel szemben megújuló már nem mondható el, hogy mindig ugyanaz a teljesítményen tud menni. A másik pedig az üzemidejét megnézik, 60 év, tehát az új blokkokat már nem kell üzemidő hosszabbításnak kitelni, alapból 60 évet tudnak. Mivel a 2 új blokk tervezett üzemideje 60 év, hosszú távon biztosít a hazai lakosság és gazdaság számára olcsó villamos energiát. Nem csak Magyarország kötelezte el magát az atomenergia mellett, világszerte számos országban alapozzák az áramellátást hazánkhoz hasonló módon az atomenergiára. Jelenleg 455 reaktor működik, és 55 építése folyik. Közép-Európában, ha körülnézünk, cseheknél, Dukonáv és Temelinben akarnak új blokkokat építeni,
Szlovákiába a Mohi 3-as és 4-es blokkot, amit nagyon régen leállítottak, jövőre, illetve 2020-ban fogják újra üzembe helyezni. Tehát az hasonló technológiával épült, mint a paksi régi blokkok. Elkezdték már az üzembehelyezéseket, 2019-2020-ban fog a 3-as, illetve 4-es blokkuk üzembe jönni Mohiban. Románia szintén a Csernovodát akarja fejleszteni kínai bevonással. Szlovénia, Horvátország üzemidő hosszabbítást tervez, tehát ő is gondolkodik a nukleáris energiába. A Lengyelországról szerintem a sajtóból értesültek, a 80%-ban szenes erőben biztosítják a villamosenergia termelést, 5 új blokkot kíván megépíteni. A Paks 2 projekt hazánk kiemelt beruházása, mondta a Paks 2 Atomerőmű ZRT igazgatója, aki a Paksra tervezett egyenként 1200 megawatt teljesítményű blokk főbb jellemzőit és biztonsági rendszereit is ismertette. Redundáns biztonsági rendszerek vannak ennél az új blokkon, 4 független biztonsági rendszer van. Biztonsági rendszerekről azt kell tudni, bármely egy biztonsági rendszer képes arra, hogy az adott reaktort leállítsa, lehűtse és hűtött állapotban tartsa. Tehát az új blokknak 4 ilyen rendszerünk van. A redundancia mellett meg kell említeni a diverzitást. A diverzitás pedig azt jelenti, hogy a különböző rendszerek, biztonsági rendszerek más működési elven működnek. A két új blokk létesítését elindító 2009-es parlamenti döntés után hozták létre a projekttársaságot, amely immár Paks 2 Atomerőmű ZRT néven végzi az előkészítési, engedélyeztetési feladatokat. Magyarország kormánya kiemelt prioritásként kezeli az új atomerőmű blokkok megépítését. Ennek legeklatánsabb példája az, hogy tárca nélküli minisztert felügyeli a két új paksi blokkok építés. Úgy gondolom, Süli János nem kell senkinek bemutatni, főleg itt a települések szerintem mindegyikén többször megfordult. Már 2 államtitkárság van alatt, egyszer dr. Rasszódia, itt szerintem ővel is találkozhattak már. Még röviden úgy fogalmazunk, ő a kerítésen belül ügyekért fel, és dr. Becskázi Attila pedig a kerítésen kívüli infrastruktúrális ügyekért. Hatalmas feladat, hatalmas projekt az infrastruktúra kialakítása, az utak, a lakások biztosítása, az egyéb szociális intézmények. A blokkok építéséhez kapcsolódó térségfejlesztés nem csak Paks közvetlen környezetét, hanem települések tucatjait érinti. Gondoskodni kell az építésre érkező több ezer munkás ellátásáról, elszállásolásáról, hangzott el az előadáson. Cicer János azt mondta, ez óriási feladat, amelyben szorosan együttműködnek a paksi atomerőművel és az önkormányzatokkal. Legalább akkora feladat az infrastruktúra fejlesztése is, mint a blokkok építése is, és természetesen az infrastruktúra fejlesztése, építése meg kell előzze időben. Hiszen hogyan hozunk ide ennyi embert az ország különböző részére, akik majd üzemeltetni, építeni fogják, ha nem tudunk biztosítani megfelelő ellátást, megfelelő szociális ellátást, lakást, egyebeket. Tehát kiemelt projekt a térségfejlesztés is. Természetesen, mint minden nagy beruházás, itt is egy felvonási terület kialakításával fog kezdődni. 80 felvonási épületet fogunk megépíteni az első fázisban, tehát még a nagy gödörnyitás előtt. Ezek a közeljövőben a tenderkiírásokat már az orosz fél megtette az első épületekre vonatkozóan. Egy picit a magyar fél beelőzte már az orosz, ha a területet látják, ami a saját kompetenciánk sajátra tartozik, a felvonási transformátor állomás építését már látják, a északi bekötő út, ha kifelé megyünk a jobb oldalán, 5 darab 8,5 megawatt egység teljesítményű felvonási transformátort építünk, ők fogják majd biztosítani a villamos energiát az építési időszakára vonatkozóan. Ez év végén, jövő év elején már üzembe helyezzük ezeket.
Az Európai Bizottság több aspektusból vizsgálta a Paks 2 projektet, végül minden vizsgálatot lezárt a beruházással kapcsolatban, és minden tekintetben zöld lámpát adott a projektnek. Az uniós vizsgálatok azt is alátámasztották, hogy az új blokkok megépítésére szüksége van hazánknak, ugyanis Paks 2 nélkül nincs hosszú távú, biztonságos és klímabarát áramellátás Magyarországon. Cicer János azt mondta, az államközi szerződések alapján az orosz partner kulcsra kész erőművet szállít fix áron, azaz nem fordulhat elő költségtúllépés. Kulcsra kész szerződést kötöttünk az orosz fővállalkozóval fix áron, tehát 12,5 milliárd euróért, tehát egy fix áron egy kulcsra kész erőművet fog nekünk produkálni, amiben benne van az üzemeltető, karbantott és műszaki háttér személyzet kiképzése és orosz fél felügyetele mellett történő kiképzése is. A Paks 2 projekt a 21. század legnagyobb hazai beruházása lesz, így komoly fellendülést jelent a hazai gazdaság számára, hiszen kitűzött cél, hogy elérjék a 40%-os hazai beszállítói arányt, hangzott el a TEIT napon, ahol a radioaktív hulladékkezelés és elhelyezés hazai gyakorlatáról is szó esett.